Sziasztok, itt Attila, ez pedig a GameHolom csatorna, Crusader Kings 3 sorozata. Az előző részben eldöntöttük, hogy a pápát ki fogom űzni, szóval meg is támadtuk Burgundiát igazából, azonnal, hogy el ne felejtsem igazából. Nézzük. Ja, a fő részt döntöttem úgy, hogy azt fogom megtámadni. Hát akkor menjünk is, igazából ez szerintem le tudjuk egy rövid idő alatt. 13 ezeren vannak, ami egyébként soknak érződhet, viszont hát a mi 72 ezerünk mellé az már nem egy olyan nagyon számottevő. Adjál már valami új zászlót, nézzük mi van. Hát ez... És nem is az lett, értitek? Lehelyeztem egy zászlót, és nem is azt a szint adta, amit mutatott. Mindegy, ez a kékezzöld jó lesz nekünk. Szerintem bőven elég a lokális seregünk. Az valami tizenvalahány ezer fő, nagy része ugye Menatarms, szóval easy. Tényleg itt a seregeknél átálltunk. Ja igen, kétre busé mellett döntöttem. Jó. Mert ugye az volt az egyik döntési lehetőségem, hogy akkor most vagy trebusékat viszünk, vagy egy másik nehéz gyalogsági csapatot a House Guard helyett. És úgy tűnik a trebusék mellett döntöttem a gyorsabb ostromlás miatt. Így hát ott jönnek. Hát az tökéletes nekünk. Én vezessem a sereget? Hát azért ne. Nekem vezesse olyan, aki ért hozzá. Hát azokat már nem kapjuk el. De ott már talán igen. Ó, az meg még jobb nekünk igazából. Mert ott talán lesz egy vízen átkelésünk. Igen, River Crossing. Viszont nem kapnak nagyon bónuszt az adott területért. Ó, várjunk már. Maradjunk itt egy picit. Hát, ha ő oda tovább lép... Nem. Oda menjél. Az meg jó is lehet nekünk teljesen. Csak érjünk oda időben. Hát ez szomorú. Hát ez abszolút szomorú. Akkor azt csináljuk. Trebusé. A 150 trebusét kivesszük. Illetve kiveszünk ennyi 1500 katonát. És akkor berakunk valakit, aki ostromlásból jó. Esküszöm, hiány van ilyen military engineerekből. Az is jó nekünk volt a képen. Tó, hát rám jöttök! Hát kedves édeseim, hát 14 plusz izét fogok, advantage-et kapok ott. Ne viccelj már, hát a maradék katonám nélkül is igazából megnyerjük azt az ütközetet. How dare you, I'm a married man. Hát be se értetek egyszer a csatába, hát mit vártok? Ki? Hát le is daráltuk az egész sereget. Jajjaj, hol van? Rodanian Fever. Ióniai területen. Ó, hát az... Jó, azért relatív közel van. Közel van. Jó, próbáld meg megoldani. Jó, hát úgy tűnik ledaráltuk teljesen a seregüket egy az egyben. Akkor... Hát nagyon ebbe az irányba pakolgattam, szóval megyek tovább, az kész. És ez a sereg meg akkor jöjjön ide. Ez kicsit messze van. Na, pedig ehhez tartozik ez a régió. Nem baj. Most, hogy levertük a seregét, talán nem fog hirtelen... Á, 16 embere van. Nem. Nem hinném, hogy nagyon feláll. És annak köszönhetően, hogy itt is van trebusé, ezzel is tudunk ostromolni könnyen. Menjünk lefele? Nem, megyek fölfele. Mert az egész terület ugye a célpontunk. De mondjuk a fővárost elfoglalva az egy nagy löket lenne. Ezt még bővíthetném is.
De ugye amiatt nem akarom bővíteni, mert jönnek majd az ágyuk. 5 éven belül. Hát... Hát megvárjuk. Do you remember? Ó, emlékszem, tessék. Recent memory. Na, 2%-kal jobban terjeszti. Oda el tudunk menni? És ide? Oda már nem. Ez ennek a régiónak a erődje. Aha. Az is be lett ostromolva. Tudod mit? Gyere ide. Legyél kicsit közelebb hozzánk. És akkor ezzel a sereggel átjövök majd ostromolni ezt, a másik sereggel meg ezeket a részeket. Vagy fordítva, mert amúgy ugye itt kevesebb trebusé van. Ami nem érződik annyira. Szerintem amiatt, mert itt még nem olyan fejlettek az erődök. Mindenképp stresszelünk. Ez az. Az uralkodónak az élete, ez ilyen stresszel ellátott minden szempontból. Igazán be kéne rakniuk olyan döntési lehetőségeket, ahol nem fogsz stresszelni. Hiába vannak olyan tulajdonságaid, mert hogyan fogalmaz? Bár egyébként... Így belegondolva igazából minden ember életében van egy olyan időszak, esemény vagy bármi, ami miatt mindenképp stresszel. Nincs olyan, amikor tudjátok, annyira felváról veszel mindent, hogy nem fogsz... Hello? Hát ti? Hogyan lett sereg? Oh no! Visegrád környékén kijött egy járvány. Hogy lett ekkora sereged? Van mercenary, meg van 2000 levi. Na mindegy, igazából beostromoljuk ezt, akkor megnyertük, de lehet azzal is. 98%. Úgyis erre a seregemre akarnak jönni. Szóval visszavonulunk odáig. Hát, ha oda már nem követnek le minket. Meglátjuk. Nekem megálltak ostromolni. Az abszolút jó nekünk igazából, mert ezt bevertük, utána vége van. Még elindítani nem fogom. Jönnek tovább. Mennyi idő lenne? 19 nap, akkor azt nem akarjuk. Neked meg 17 nap. Hát ne, menjünk tovább följebb, az kész. Ide egy pár erőddel följebb, akkor oda nem fognak követni minket. Ha a főváros megvan, szerintem végeztünk. Na, már oda se követnek, már ott is megállhattok. Azt már nehezebben bontják be. Hát, még azt is relatív elég könnyen. Na, gyerünk egy ostromlást. Rohamozzátok meg. Úgyni, végeztünk. Szovjet. Na, hoppá, mi ez a szobor? Hát csak kék, de amúgy azon kívül annyira nem jó. Na, hogy néz ki ez a rész most itt? Ja, hogy te meg is kaptad ezt a területet? Most akkor nekünk szünetünk van velük? Igen, sajnos azt a régiót nem fogom tudni így elfoglalni. Mindegy, így de szépen néz ki ez a régió itt viszont. Ezzel, hogy ide csatoltuk Burgundiát. Egy az egybe. Itt van egy katolikus. Követelem, hogy átálljon, hát ha megcsinálja. Itt ez a régió még hozzátartozott. Itt is egy katolikus van, tőle is követeljük. Tőle is követeljük az átállást. Itt ezen a régión kiuralkodik. Ő. Ő viszont hozzánk tartozik, jó. Velence mekkora lenne itt. Velence alánk tartozik? Jaj, tényleg a múltkori alkalommal néztem az a videó után, hogy az integrációval megálltunk. Azokat kéne csinálni. Lotharingia. Valami nagyobb
17 év, 17 év, 15 év, 21. Már nem sokan vannak. Hát ez lehetne még. Ez az én területeim amúgy is. 22, 14. Magától is befejezné igazából. Relatív, elég hamar. De akkor legalább itt nem lenne lázadó, tudjátok, így közvetlen mellettem. Jó, kezdjük azzal. Illetve akkor ezek a területek... Hát lehet, hogy Velencének ezt így összeraknám. És akkor lenne egy szép egységes Velence itt. Ami egyébként veszélyes lenne abból a szempontból, hogy mennyire erős. Egy francia terület még nincs összerakva. Ja, itt egységesíteni kéne a franciákat. Ki a legerősebb a franciák közül itt? 6000, 8000, 11000, itt nők uralkodnak mindenhol. Amivel nincs problémám. Egyébként csak elég vicces így látni őket. Mindenhol nő van. Meg az örökösödés miatt egy picikét... Nem a legjobb. Hát ő a... legjobb, ha azt nézzük stabilitás szempontjából. Már így is valahogy powerful vazallusnak számít, amit nem értek, hogy számít annak. Minden esetre akkor francia királyságot létrehozzuk, és neki odaadjuk azt a francia címet. Grand Principality of French. Úgyne. És akkor... Hát, ez fájni fog nekünk, azt hiszem. Itt háborúban van velük. Vele van háborúban? Vagy valakivel háborúban van? Na mindegy. Ő nincs háborúban senkivel. Így. Át, igen. Ez nem tetszik neki. Nagyon stresszel az uralkodóm ezektől, sőt, már a következő... Ja nem, még csak azt az első szintet értük el megint. Jó, tudod mit? Verd meg magad azt, akkor jó. Sőt, nem is kell. Nem is kell. Jó vagy te így. Nem kell itt veregetned magad. Tök okésak vagyunk. Ezt az egész részt... Ezt elvesszük, és valakinek odaadjuk. Mondjuk oda valami rokonomnak, nem? Hát ne neki. Ne neki. Így rájöttem, hogy mi lenne, hogyha nem a velenceinek adnánk oda. Akkor az úgy megörökli. Jó, tudod mit? Te leszel. Te megkapod. Ezt így mindezeket a területeket, plusz ezt itt. Ogyne. Na, kibírod, nincs semmi probléma. Jó, az egyik visszautasította, másik... Ő követte, jó, harmadik... Ő visszautasította, hát még mindig lesznek katolikus kutyák itt alattunk. Hű, szegény Visegrád. Mit meg nem jár itt? Jenőnek a himlőjével. Hát akkor addig építkezzünk. A munkásság nem állhat meg ott. Haladni kell a korral, mindenféle építménnyel. Nem is tudunk többet építeni szerintem itt nálam. Na mik ezek? Pay ransom. Ja, ez nem az. Ez nekünk nem kell. Bárhogy állunk egyébként. Ó, tényleg a minőségén javíthatnánk. Legyen. Nem érdekel. Nem akarok egy Royal Courtonba bemenni. Köszi szépen, el vagyok anélkül. Defender of Tartos Holy Site. Azon gondolkodtam, hogy viszont a... Ilyenkor megváltozik, vagy megmarad a hunik? Megmaradt a hunik heritage.
Ja, jó, akkor ez megmarad, ez is ugyanúgy. Ó. Van egy pár legenda elterjedve. Ha a játék eleje óta menne ez az egész legendásdi, szerintem még jobban is látszódna. Nem tudok beszélni egyszerűen. Várjátok, lehet, hogy nagyon fényes vagyok így elnézve így a kameraképmet. Ó, igen, nem tudom miért, kintről túl sok fény. Világítok, mint a izé, a... Hogy hívják a... Van az a vámpíros, tudjátok, filmsorozat, amelyikben a vámpírok kimennek a napra, azt világítanak, mint egy diszkólámpa. Na, nagyjából úgy világítottam én is. Ezt a részt is lehetne. Ja, hogy ezek egy... Ó, mi történt itt? Price Fern of Pain. Excellent news. Most tovább fejlődött a kardom? Azt mutatta? Valószínűleg. Akkor megjavíthatnánk, nem? Mert úgy... Kicsit látom, hogy kezd leépülni. Szóval azt néztem, hogy ezt egységesíthetnénk, ezt a régiót, de... Ahogy nézem, itt a Kingdom of Hellas megvan. Epirus is itt így egyben van. Bulgária. Ez melyikhez tartozik? Ez és a Thessalonikéba. Hát az meg az én területeim ott vannak. Szóval akkor azt csak nem adnám ki. Ez a háború lenne jó, hogyha véget érne. Ki harcol? Ő támad, ő védekezik. Aha. Liberty War. Jó, viszont lassan vége, mert 98%-on vannak. Jó, megint meghalt valaki, akit utálunk elméletileg. Ez olyan izé, ilyen, hogyan fogalmazzak? Tehát bárki, akivel bármilyen vitában lehetünk, Az jó formán annyira alattunk van valószínűleg, hogy tök mindegy az egész vita. Kallusz. Ő lehet a jövendőbeli izém uralkodom mi. Jó, akkor viszont lehet arrogáns is, meg együttérző. Akkor legyen inkább arrogáns. Á, nem tudom. Jó, maradjál az. Az jó lesz nekünk teljesen. ...99%. Ha vége a háború, akkor a Franciaországot egybe tudom rakni. Azért várom ezt itt, hogy ott meglegyen. Oh no! Visszaestek 83%-ra. Jó, akkor addig nézzünk valamit, amit én elfoglalok. Miért azon gondolkodom, hogy csináljunk akkor egy... ...kitagadásos dit. Várjunk! A primogenitúra... Shadow over Zurich. Jenő izé... Nátha. De ez miért olyan fontos most nekem ez? Oké, mindegy, elhívjuk az orvost. Mutasd ezt itt meg, hogy ez miért olyan... Nagy esemény nekem. A Jenő Nátha. Hát mondjuk eléggé apokaliptikus mértéke van az intenzitásának. Na majd meglátjuk, mi lesz belőle. De minden esetre a primogenitúra az már meg lehetne, nem? Ja. Bam. Primogenitúrára átálltunk.
Igen, és hogyha őt kitagadom, akkor ő fog örökölni, ami jó lenne nekünk. Hány éves vagyok vajon? 58. Hát még nem kell annyira sietnünk. A mongol birodalom az most egyelőre nem érdekel, majd foglalkozunk velük. Előbb itt a hátsó részeket foglaljuk el. Iceland? Icelandre egy indulat? Így? Miért is ne? Bam. Tessék, Iceland jöhet. Viszünk egy újabb zászlót oda. Angliából így. Mi valamennyire a parton akarok kezdeni, de úgy, hogy relatív még elég sok embert fölemeljem. Ta-ta-ta-dum. Ta-ta-ta-dum. Ja, megbetegedett. Megbetegedtem. Csak itt kicsit rosszabbul nézek ki, mint a képemen. Ne, ne kell, ne, ne halljak meg, az úgy kicsit szomorú lenne. Úristen, de sokba kerülnek mindenünk. És plusz 27 jön be. Hát azért mi lenne, nem te vezetnéd ezt a sereget így, mit tudom én. A világ másik felére. Ez lehet, hogy segítene nekünk. Na, hogy terjed itt ez a nagyszerű flu, amiről így nagyon agályoskodtál? Hát nem nagyon. Felugrott olyan dramatikusan, tudjátok, aztán azóta semmi. Képzeljétek el, Erikkel is beszéltem, és azt mondta, mert mesélt nagyon durva dolgokat, hogy a járványok hogy pusztítják ki a családját, meg minden, meg a pest isről. Nálam ugye egyszer nem ugrott még fel a fekete halál, tehát konkrétan annak van egy külön eseménye, hogy így tényleg így feketén végig terjed az egész pályán konkrétan. Vagy a nagy részén, és egy kis részébe talán nem jut el. De mesélte ő is, hogy nála is megjelent. Tehát elindította a játékot, és nagyjából így azonnal kb. Így megjelent a probléma. Most azt nem tudom, hogy melyikre gondolt, hogy a fekete halálra, vagy pedig egy járványra, ami elpusztította mindenkit jóformán. Ne is odaszálljunk partra, hanem helyette ide. És akkor a partra szállási negatívumunkat elveszítjük szép lassan. Jó, meggyógyultunk. Nálam meg így tudjátok, így, hát vannak járványok, de igazából egy járvány kivételével még egy se ütött meg engem. Másrészt meg egy járvány se volt, ami így nagyon végigment volna a birodalmon, tehát hogy így nagyon végigterjedt volna. Tény, hogy ha azt nézitek, ugye most már pont azon a szinten vagyunk, ahol már építjük ezeket az épületeket simán, szóval nagyobb az ellenállás is. De egy kicsit sajnálom, jó lett volna, hogyha ezt a mentésemet egy picikét így tudjátok, kitakarítja egy ilyen hatalmas járvány. Nem akartam feltétlenül elfoglalni, de mivel ők így elmentek arra, sok választás nem volt. Az jó lesz nekünk. Ne most. Elmet. Ha. Nem érdekel. Hát menjünk oda. Sőt, maradj itt, rakd ki azt a sereget, ami ostromol, és a maradékkal átmenjünk. Tökéletes. Nyó, beérkeznek, én is megyek oda, és már csapjuk is őket. Ó, hát ez... Ellettek kembe, és mindjárt befoglaljuk a fővárosukat, és meg is vannak. Iceland a miénk. Valamiért kimegy a vízre. Itt is ugyanúgy, mint a Total War-ban, egy picit úgy érzem az AI-t, azt lehetne még fejleszteni. Tehát tök jó lenne. Mi történik? Loses trade disloyal, és megkapja a lojálist. Ó, nagyon jó, a diszlojális tulajdonságát elveszít, és a lojálist megkapja. 99% esünk volt rá, hogy összejön. Jó van, ezzel végeztünk. Ó, és hát itt meg is kaptunk három területet, ami szinte az összes. Egyetlen egy uralkodó maradt itt, aki nem hozzánk tartozik.
megpróbáljuk megkérni, hogy álljon át. Viszont... itt elkezdünk egy olyat csinálni, hogy itt elkezdem egyrészt promotálni a kultúrát. A kultúrát is, de elsősorban ugye a vallást kezdtem el. Minden esetre a kultúrát akartam a kultúrát is, illetve javítani ugye itt a kontrollt. Hát most nem nagyon akarnám ezeket most még kiadni a kezemből. Azt akarom, hogy valamelyik emberünk kapja meg nagyon... Nem adunk izét ilyen... Jövök egyet neked cserébe azért, hogy... Ó, ott a Jenő Flu. Jenő Nátha. Na, ez elterjedt egy picit. Szóval nem akarok itt ilyen-olyan dolgokat adogatni. Azt nézem, hogy foglalásonként mi nekünk megy rá a stressz. Az érdekes. Az jó. Az illik a stílushoz, amit követünk jelenleg. Plusz 40 jön be. Mennyit viszel a legenda? 72-t. És 42-t a pozíciók az udvaromban. Ez az improvident, az ami 15%-kal csökkenti a bevételénket, az ami kemény nekünk. 11 ezeren van, szóval annyira nem vészes. Veszítettünk volna nagyobb stresszt, de nem volt rá szükségem. Valaki meg akar ölni engem? Hát akkor már is, hát már disruptolásom van a kémünk. Nagyon jó. Mindenki, hogy szeret. Most nézem. Hogy vannak ezek a pozícióink? Van valami? Master of Force például az mehet. Royal Architect. High Almoner. Corchester. Kicsit kevésbé fog szeretni minket. Személyes bajnok. Hát egyikötök se jó. Szóval egyikötöket se vesszük fel. A foglyok. A foglyok meg mindenki mehet. Kivéve amelyik nem tud fizetni. Aki nem tud fizetni, azt elengedjük úgy, hogy átáll a vallással. Jaj, így be fog ugrálni folyamatosan. Nem kénytelen vagyok megállítani az időt, azt akkor úgy végig kattintgatni őket. Sajnálom, hogy nincs egy ilyen gomb arra, hogy álljon át a vallással, és akkor megengedem neki, hogy távozzon. Azokat ki fogom végezni, amelyikek ezért nem a hajlandóak átállni a vallásunkra. Egy csomót kihagyok folyamatosan. Mindenki. A táltosista vallás lesz az, ami a világvallás lesz. Aki nem velünk, az ellenünk. Nem akarnék élni a saját világomba egyébként, megmondom teljesen őszintén. Főleg nem szeretnék élni úgy, hogy nem magyarnak születtem, meg nem táltos vallást követek. Bár egyébként figyeljetek, belegondoltok egyébként, a lehetőséget megadom nekik, tehát nem mondhatja senki, hogy nem vagyok fel. Azt mondom nekik, vagy átállsz, vagy érted. Gáz lesz. Na, ő például már nem. Akkor őt lefejezzük. Ja, ugye én stresszt kapok, ha kivégzek embereket, mert még igazságos is vagyok. Jó, akkor majd az örökösöm majd megoldja ezt az egészet. Akkor maradnak a börtönbe, azt a börtönbe fognak megrohadni. Van itt már valaki, aki 24 éve él itt. Engedd el. Ezek tényleg itt fognak meghalni. Ez 28 éve itt van, szerencsétlen. Szerintem a dzsihád alkalmával volt velünk, ellenünk. Ostomrós katona. Ja, hát akkor megben maradtok egy pár évig ezek szerint.
Van még egy legacy. Hoppá, és választhatunk egy tulajdonságot, hogy mi az, ami gyakori legyen a mi családunkban. Hát akkor inkább a militarit választanám. Ez jó, csak az baj, tudjátok, hogy... Nem, military mindenképp. Ez is jó, csak már nincs annyira szükségünk pénzre, nagyon sok pénz jön be amúgy is. De ezt figyeljetek, hogyha ezt választjuk, a Martial Lifestyle Experience plusz 50%, de a Stewardship Lifestyle Experience plusz 25%. Én meg általában ezt a kettőt szoktam kiválasztani. Ugye? Nem vagyunk riválisok már valakivel. Ó, a mongol birodalom szétesett. Várjatok, most ez a fiam, akit majd uralkodónak akarok lenni. És akkor ő most türelmes, az tök jó nekünk. Nagy lelkű. És diligent. A diligent is nagyon jó, legyen diligent. Azt megköveteljük tőle. Szétesett a mongol birodalom. Vagy legalábbis egy része megszűnt létezni. Itt szétesett a közel-keleti régióban az összes kis terület. Hát ez érdekes így. Simán foglalhatnánk akkor befele. Nem tudunk valakit itt? Nem, akkor amúgy is felugrana, hogyha tudnék valakit itt vazalizálni. Fejleszthetjük a legendánkat, menjen is. Minusz 9. 124 aranyba kerül a promóciója. Ez komoly. És a mínuszban vagyunk, annyira drága ez az egész. Fejleszek, vagy tartogassam akkor a pénzt, hogy ezt a promóciót ezt tudjuk csinálni, meg közben tudjak támadni. Lehet ezt ebből a szempontból megtartjuk itt a dolgokat. Itt ki van? Ő. Use your wits. 88%. Vagy lefizetés? Nem, az use your wits az összem. Ezt itt meg tudjuk támadni. Legyen egy holy war. Az a helyzet, már más nem nagyon fogok tudni megtámadni, aki itt egy szent háborúval így ennyire nagy területet el tudnánk tőle szedni. Hát ott is van egy nagyobb terület, de értitek. Itt egybe raknám igazából ezt a régiót, szóval szívesen megcsinálnám, hogy jobban nézzen ki. Sok kis foglalás lenne Britániánál, hogyha mi ezt szeretnénk egy ducsival. Aha. Jó, hát akkor ez lesz a következő. Kegyetlen sok foglalásunk. Ennyi. Elfogyott a rally pontom. Oh no. Akkor mozgósítsunk. Hol a piros? Azt nem értem. Tudom, szüntessük már meg ezeket. Legalábbis az utolsókat, amiket létrehoztam. Adj egy más, zöldet ad megint. Megszűnt a pirosam. Nem is azt adta. Nem is zöld. Tudom, itt ezt ad ide akkor. Ide így. És akkor ide a lokális sereget teljesen emelt föl. Illetve ne én vezessem, mert valaki ránk ugrik, akkor végünk van. 1000 év, mire összeállítjuk oda a sereget. Ki, ez még tényleg veszélyes lehet. Ez nagyon gáz. Ja, tudod mit?
Téged eltávolítunk Commandernek. Próbáljunk meg elmenekülni. Ne, így gyere. Hát ha el tudsz, ezt meg átrakjuk ide. Igen, direkt emiatt vettem ki a vezérünket, nehogy aztán izé legyen. Mert tudtam, hogy ez kellemetlen bátmát. Hopp, még elugrottunk. Hát, az már nem lesz meg. Hát, az már bizony nem lett meg. Na és látjátok, ezért nem szabad feltétlenül a határ mellett rögtön felemelni a seregedet. Ez most egy kis kellemetlen kezdéssel kezdtük. Egyszerűen a fősereg nem ér oda. Nem baj, visszahozzuk ezt. Nincs olyan nagy probléma vele. Ó, itt van a Divide Attention. Na, a limitünk fel is ment kettővel. Egyet itt ki is oszthatunk, ha nagyon szeretnénk. Bár egyébként nem szeretném. Inkább szeretném majd az egészet odaadni. Já, nem érünk oda. Tudod mit, gyere át ide. Az úgy jó. És innen... rá 150. Á, ne is a 150, a 40-et vidd. Meg a leviket. Ez mondjuk nem sok ember. Tudod mit? A Light Infantry-t még elviheted. És akkor ezt ostromoljátok be. Legközelebbi végigjátszásom során valószínűleg az izét fogom. Ezt a katapult képességet kiválasztani, mert nagyon nincs senkinek. Nem azt a csapatot el akarom verni, menjünk rájuk. Nem szeretném, hogy kikerüljenek és rámenjenek erre az ostromseregre. Ezzel inkább gyorsba elverjük őket. Még lehet, hogy meg is nyerjük. Mert a király, hát az uralkodó volt az, aki vezette őket. Szorokkánál. Hát az még túlélhető, az nem olyan nagy probléma. Milyen össze-vissza vannak itt a területek. Moldávia az... teljesen össze-vissza. Azon csodálkozom, hogy nem alakul ki egy nagyobb ilyen... királyságok így alattam. Tehát nem tudják-e összehozni, hogy nagyon nagy uralkodók legyenek. Relatív olyan kicsik maradnak, értitek? Bár hozzám képest így is, úgy is mind kicsi marad. Na jó, figyeljetek, viszont ezt a háborút ezt megnyerem. Aztán lezárom igazából ezt a videót. Ja, jó, csinálja csak. Hát én ezt még befoglalom mindkettőt. Totális elfoglalás. Remélem jó szórakoztatok, remélem csatlakoztok hozzám legközelebb, és addig is pedig nézzetek körbe, ha találtok mást, amit szívesen megnéznétek. Sziasztok!